Hamburgerevő versenyt is rendeztek a városnapján. Az öt bátor jelentkezőnek az egyik kanizsai gasztróbár egy speciális húsmonstrumát kellett elfogyasztania fél óra alatt. Ez egy 1 kg 60 dekás ösztönögű kézműves burger, 1 kg marhahús tartalmaz, egy házi készítésű hamburgerszószt, zöldségeket, cheddársajtot és egy kézműves bucit. A győztesnek azonban több mint 14 perc is elég volt ahhoz, hogy minden elfogjon a tányérjáról. A technika, figyelj, az egész úgy indul, hogy nem szabad a krumplival kezdeni, tele van keményítve, azt a végére hagyja. A többit, hús, a burger fogod, szétburítod, hogy hűljön a hús, mert ha meleg, akkor nem tudod megenni. Kérnék a képviselőt, legyen kedves ide fáradni és átvenni az emléklapot. A Gerilla Kertész versenyen résztvevő önkéntesek az elismeréseiket a városnapján kapták meg, csak úgy, mint a legügyesebb raklapfestők. Az Erzsébet térre látogatókat péntek este Dénes Sándor köszöntötte. Ilyenkor az a feladatunk, hogy a nehéz dolgokat, mert hogy mindenkinek vannak nehéz pillanatai, ezeket próbáljuk félretenni, vidámak legyünk, együtt legyünk, jól érezzük magunkat, beszélgessünk. A szervezők, a Kontur Plus Egyesület mindent megtett azért, hogy ez így legyen, hogy ebben a két napban mindenkinek, a legkisebbeknek, a családoknak, a felnőtteknek, az idősebbeknek és legyen lehetőségük, és találjanak olyan programot, amit szívesen hallgatnak, szívesen néznek. A fesztivál első napját a Takács Tamás Blues Band koncertje, majd Lotfi Begi fellépése zárta. A szombat sportos programmal kezdődött, a Túri Aprút futamon 120-an versenyeztek 5 korcsoportban, az óvodásoktól kezdve a 14-15 évesekig. A megmérettetést a családi versenyszám zárta. Hajrá, Kanizsa! A Teker Egyesület is ugyanekkor nyitotta meg szezonját. A térre folyamatosan érkeztek a kerékpárosok, akiket Csorba Tamás plébános áldott meg. Nagyon örülök annak, hogy egyre többen kerékpároznak városunkban. Dénes Sándor polgármester is jó utat kívánt a résztvevőknek, akik különböző útvonalakon tekertek a csónakázó tóig. 3 távot csinálunk, egy családi, ahol gyermekek szülőkkel, ez egy ilyen 30 km, egy közép az 60 km, középtávoz, ugye a közepesen gyakorolt kerékpárosoknak is egy 100 km körüli hosszú táv. Délután a polgári kavalkádon már az oldtimer kerékpároké volt a főszerep. A felvonulók zömét a Cox és annak barátai alkották. Több klub a határon túlról, így Horvátországból, Szlovéniából, valamint Ausztriából jött. A kanizsaiak a városnapján mintegy 150 program közül válogathattak. A Túri György Múzeumban kézműves foglalkozást tartottak. Kicsit kapcsolódtunk a nemrégiben felavatott Adi utca elején lévő két kereskedő feleség hölgyhöz, és ezért most nálunk is ez a tematika. És ilyen kis reformkori kapott kalap jellegű kis stilizált kalapokat készítünk. A kézművesek és a vendéglátósok, valamint a Henny Cuki standjának látogatottságára sem lehetett panasz. Itt lehetett megvásárolni a Város Tortája címet elnyert Hajdina lisztes tökmagos Rigó Jancsi tortát. A Hajdina lisztet Szepetnekről kapta, a tökmag az Őrség és a Muraföldre fő alapanyaga, és ugye Rigó Jancsi pedig a mi városunkból indult zenészkedni. Folyamatos volt az érdeklődés a borházaknál is. Ma már megszokott, hogy a fesztiválon több nagy kanizsai pincészet kínálatát is meg lehet kóstolni. 8 borunk van, ugye fehérek vannak, rozé, illetve vörös borunk. Fehérből van királylányka, rajnai rizling, olasz rizling, ezek, illetve cserszege fűszeres, ezek száraz borok. Aztán csináltunk traminiből féléres bort. Ugye elég nagy kereslete van, főleg a hölgyek körében a félédes boroknak. Nagyon szép borokkal találkozhatnak. Az italokat zsűri is értékelte. A legjobb vörös és fehér bor, valamint rozé díjat is kapott. A borászoknak Cseresnyi Péter miniszterhelyettes országgyűlési képviselő is gratulált, aki szerint az elmúlt 25 évben sokat fejlődött a fesztivál. Lehet látni,
a téren levő embereken, hogy örülnek annak, hogy együtt lehetnek, örülnek annak, hogy a város föl tud mutatni valamit, és ünnepelhetik többek között azokat a termelőket, azokat a cukrászokat, azokat az árusokat, akik a város környékén, vagy éppen a városban laknak. Este már a koncerteké volt a főszerep, a fellépők sorát a Stolen Beat nyitotta. Az elsősorban a fiatalok körében népszerű zenekar a kanizsai rajongóknak sem okozott csalódást. Ahogy Fenyő Miklós sem, akire rengetegen voltak kíváncsiak. A rock'n'roll hazai legendája olyan örökzöld slágereket hozott el Nagy Kanizsára, mint például a Csók király. A kanizsaiak szombaton is éjszakában nyúlóan mulattak a város szívében.